A Balatonboglári lett az év kilátója, 177 nevező közül a gömbkilátó nyert az idén először meghirdetett szavazáson. A gömb 165 méter magasságban áll, 15 méter átmérőjű és 243 szög alkotja. Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos azt mondta, hogy a verseny célja az volt, hogy minél többen ismerjék meg hazánk kilátóit. Nézd! Ott a parancsony. Balatonboglár közepén 165 méter magasan áll a Xanthusz János gömbkilátó. Minden évben több mint 100 000 látogatnak el ide, hogy gyönyörködhessenek egyedülálló panorámájában. Cserszegtomajon van egy családi nyaralunk, oda megyünk, útközben álltunk meg itt, mert szeretjük a szép pontokon való megállást. Magyarországon 2010 óta 43 kilátó épült, és csak nem 50 megújult, köztük a gömbkilátó is. 2013-ban ledes világítást kapott, így az északi partról is jól látható. A különleges formájú kilátó turisztikai attrakció lett. A tervezője Kádár István a mai napig szép emlékekkel tekint egyik nagy művére. Kérdeztem az ihletet, hogy mi volt, csak annyit árult el, hogy a rendkívül szabályos és különleges ikozaéder volt az alapötlet, amit egy gömbben helyezett végül is el. 2020-ban elnyert az év kilátója címet. Erre az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ hirdetett pályázatot. 177 javaslat érkezett, végül a Zengő kilátóval szoros versenyben a szavazatok alapján a gömbkilátó nyerte el a címet. Ez egy rendkívül különleges kilátó, nagyon sokan ismerik, nagyon különleges a története is. Erről majd szeretnénk egy kis filmet is készíteni, kis filmet is forgatni, és reméljük, hogy ezzel, hogy a Balatonboglári gömbkilátó lett Magyarországon az év kilátója 2020-ban, nagyon-nagyon sok embernek még további kedvet fogunk hozni, hogy ezt a kilátót megtekintse. Nem csak a gömbkilátó, hanem a környezete is megújult az elmúlt években. A közelben kalandpark és piknikliget várja a látogatókat, akik kis vonattal járhatják be a környéket. A felújításokra 190 millió forintot fordított a kormány.